Sziasztok, én Tokugawa vagyok, és ennek a videónak a témája pedig nem lesz más, mint hogy hogyan szerez egy jó és stabil kis videó lejátszó programot, hogyha neked nem tetszik az alapból rendszer részeként jelenlévő kis VLC player, ugyanis abból már ugye a legfrissebb verziót, a 2.2.1-et adja számunkra. Na de tegyük föl, hogy ha te is ugyanolyan lusta vagy, mint én, vagyis nem nézel egyhuzamba végig egy filmet, vagy videót, vagy nem hallgatsz végig egy zenét, ugye akkor abban az esetben elkelhet egy olyan kis program, ami helyetted is észben tartja, hogy hanyadik percnél vagy másodpercnél tartottál, és legközelebbi anyag megnyitáskor ugyanonnan fogja számodra folytatni. Ugye ugyanúgy, mint az előző két videóban is, látható, hogy a parancsorba lehet ezt simán pakolni, vagyis akkor SM Player, én legalábbis ezt szorgalmazom, hogy mindenki használja erre. Tök jó kis gyors és egyszerű kis kezelhető program, illetve ugye a csomag kezelőbe pedig, hogyha beírjuk, hogy SM Player és nyomunk egy Entert, akkor itt megjelenik számunkra. Na de nézzük, hogy vajon a parancsor ugyanezt a verziót fogja számunkra felajánlani, mint maga a csomagkezelő. Ugye ez pedig nem más, mint a 14.9-es verzió. És akkor nézzük parancsorba, hogyha nyomunk egy Entert, akkor vajon ő mit mond számunkra? Nem található. Ja igen, elrontottam. Na, ilyen is van, látjátok? Amikor annyira akarsz valamiről videót készíteni, hogy utána elcseszed. Na de, viszont ő is már rögtön ugye felajánlja számunkra a 14 millió fajta változatát a történetnek, és ugyanazt a verziót is, mint amit a csomagkezelő is, vagyis megint nyomunk akkor egy egyest. Ő kéri a jelszavunkat, amit mi készséggel meg is adunk neki. Pár másodperc alatt Enter, kezdődhet a telepítés, vagy ne kezdődhetne. És már föl is ment a progi, kész vagyunk, oké, nagyszerű, leellenőrizzük ugye itt. Mindig SM Player, igen, ott van, nagyszerű, király. Ennyi lett volna röviden egy jó kis videó lejátszó programnak a beszerzése. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, és további szép napot neked, hello!